az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Advent negyedik vasárnapjának vigiliáját ünnepeli az Anya Szent Egyház. Izaiás proféta könyvéből olvasom: Harmatozzatok egek onnan fellőről, és ti felhők, hullassátok közénk az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje az üdvözítőt. Ezt a szent misét Illés István és az Illés és Fodor család elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adventet ünnepeljük, valakire várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged. Kedves testvérek, amikor a Isten választott népe várakozott a Messiás eljövetelére, mindig azon volt, hogy valakinek el kell jönnie, valakinek ide kell állnia mellénk, valakinek meg kell erősítenie. Nem tudták, hogy Jézus milyen formán, hogyan jön el közénk, de tudták azt, hogy valakinek el kell jönnie. Mi már tudjuk. Mi azt is tudjuk, hogy második eljövetelére készülünk. Hogyan fog bennünket érni? Hogyan fog bennünket majd megtalálni? Milyen lelkület lesz bennünk? Ezért is sokszor úgy nézünk fel az égben, és várjuk a szabadulást, miként az Isten választott népe. Uram, mikor jössz el? Jöjj el, minél előbb érkezzen meg a te jóságod, a szeretetet közénk. Ezért most a Szent Mise elején, mivel fényre van szükségünk, mivel világosságra van szükségünk, mert sokszor úgy érezzük, hogy sötétségben élünk, mind a négy gyertyát meg fogjuk gyújtani, jelezve az, hogy a fényesség már elérkezett, a fény már itt van. Mikor tudjuk beengedni, mikor tudunk helyet csinálni, hogy a mi szívünkben is ugyanilyen fény legyen, az igazi világosság árasszon el bennünket. Thank you.
Isten, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy a igaz angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertünk. Az ő kínszenvedése is kereszti által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd már, Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle született majd neked, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősi időkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvérjéhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges neve. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határát. És ez lesz a béke. Ez az Isten ügyünk. Ezért is szóltam,
Íme elmegyek, hogy teljesítsem a haladat, amit a könyvtekercsben róla írva van. Először tehát ezt mondta. Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égő áldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted. Jól lehet, ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta. Íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Tehát az előzőket eltörd, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testvének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az angyal üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám? Mert íme, amikor fülemben csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Mi nagyon röviden mindig így szoktuk mondani, bármire is megkérnek bennünket, hogy hát majd meglátom, nem biztos, hogy ráérek, de hát nem is érek rá. Ez mindennel így vagyunk különben, és látnunk kell azt a mai evangéliumban, hogy Mária nem azzal foglalkozik, hogy most kitől kérek engedélyt, vajon mennyire fognak engem hiányolni. Összeszedi magát, és elmegy. Az ő rokonához, Erzsébethez. Nagyon érdekes ez a találkozás, és ebben látszik meg, hogy mennyire ismerik egymást. Nem lehet tudni, hogy mikor volt az előző találkozásuk, de most, amikor találkoznak, akkor rögtön azzal jön, hogy amikor meghallottam a te köszöntésedet, a mélyemben megmozdult a magzat. Felujjongott örömmel,
és öröm töltött el. Így nem csak az egyszerű találkozás jött létre, nem csak Mária és Erzsébet találkozott, hanem az Úr Jézus és keresztelő Szent János. Ők már kommunikálnak, ők már beszélgetnek. Az, ami a mi életünkben, kedves testvérek, ember az emberrel, testvér a testvérrel, nem tud kommunikálni. Ez, ami hiányzik a mi életünkből. Ez, amikor azt mondjuk, hogy hát, pének, nem érek én rá. Miért kell vele foglalkoznom? Miért kell vele törődnem? Miért kell neki segítenem? És nagyon érdekes, hogy Mária nem teketóriázik, ő szépen elmegy és fölkeresi. És pontosan leírja azt is a mai evangélium, hogy hegyeken át kellett neki, hegyeken, völgyeken át kellett menni. És egy olyan elhagyatott helyeken, de mit számít az, hogyha én azt keresem, akivel találkozni szeretnék. Nézzük meg a mi életünkben. Mi mindent félre kellene tenni egy egyszerű találkozásra. Mi mindenről meg kellene feledkezni. Mi mindent el kellene utasítani. Az, amit én pontosan most kitaláltam, és ezt erről le kellene mondanom, de nem mondok le. Azért nem mondok le, mert nem azt akarom, hogy másik legyen boldog, hanem én legyek boldog. És tegyük fel, hogyha a Jóisten a saját boldogságát kereste volna. Képzeljék el, az emberbe találta volna meg. Őt találhatta volna a szentjeiben is. Tehát ő az embert akarta. Ő az emberrel akart kommunikálni, beszélgetni, az emberhez akart lejönni, és ezért küldi el egyszülött fiát. Ezért testesül meg, ezért öltött emberi testet, hogy felismerjük, hogy úgy fogadjuk, mint a barátunk. Nézzük meg, Erzsébet hogyan fogadja Máriát. Nem azt mondja, ó, hát mikor voltál te itt, hát képzeld el azóta, mi minden történt. Nem ezt mondja. Hanem amikor meghallottam a köszöntésedet, amikor megszólaltál, és utána azt mondja, boldog vagy, mert mindezt vállaltad. Mind annak igent mondtál, amit lehet, hogy sok ember nem mondott volna, nem, egyszerűen nem gondoltott talán végig, hogy mi lehetett volna, és mi lehetne ennek a vége. Mária nem ezt nézi. Mária megérti az Isten szavát. Attól kezdve ő mindig azon van, hogy hogyan tudná teljesíteni. Ez valahol így van a jó barátok között is, akik állandóan azt figyelik, hogy mikor tudnának a másiknak olyan tenni, hogy egy kis örömet vinni az illető szívében, az illető lelkében. És az mindig jó, amikor mindezt meg tudjuk tenni. És milyen rossz, amikor hát nem tettük meg, de megtehettük volna, és hát ezt valami formán elhanyagoltuk, elmulasztottuk. Mária semmit nem akar elmulasztani. Nem számít az, hogy 3 hónapig ott kell lenni Erzsébetnél. Nem számít az. Ő fölkeresi. Tudja azt, hogy szüksége van most Erzsébetnek, 6. hónapban van. Biztos ezt az igazából édesanyák érzik, és tudják, hogy mit jelent az, hogy ilyenkor segítség, mit jelent az, hogy valaki segít ilyenkor. Ott van melletted. Valahol az van benne, hogy igenis, bármi történik, ott van mellettem.
ott van velem, tud segíteni. És valahol ez hiányzik a mai társadalomban. Az, hogy valaki ott legyen mellette, valaki fogja a kezem, valaki biztosítson arról, hogy ne haragudj, figyelj, itt vagyok, ne félj, én veled vagyok. Mária ezt a társaságot keresi, Erzsébet társaságát, és megtalálja. Hisz nagyon egyszerű, ilyenkor azt mondaná az ember, hát rokonok, kedves testvérek. Hányszor vagyunk így, hogy a testvér a testvértől nagyon távol van. Pedig nem csak rokonok vagyunk, hanem testvérek vagyunk. A legjobb barát a legjobb baráttól milyen távol van. Pedig ott vannak egymás szomszédja, de milyen távol vannak egymástól. Nem keressük fel, nem foglalkozunk vele, nem kapogunk be hozzá. Mintha nem is érdekelne, mintha nem is létezne. És beszélünk a karácsony misztériumáról, beszélünk a szeretetről. És ugyanakkor a mai olvasmány, a Szentlecke, a zsidókhoz írt leveléből ugyanerről szól. Elmegyek, Uram, majd teljesítsem akaratodat. Mert ember társaink akaratát, akiket látunk, nem tudjuk teljesíteni. Hogyan teljesítjük akkor az Isten akaratát? Ember társaink valahogy olyan távol vannak tőlünk, akkor hogy kerülnek közelebb hozzánk a jó Isten? És nem sokára az ő születésének napját ünnepeljük, Jézus Krisztus születésének napját, és mennyire akarjuk, hogy közel kerüljünk hozzá, és ő közel kerüljön hozzánk. Hogyan? Mennyire tudunk mi számára utat nyitni? Mennyire tudjuk mi a lelkünket kitárni előtte? Mennyire tudunk hozzá őszinték lenni? Most csak úgymond az advent és a karácsony misztériuma között vagyunk, és nem sokára már megérkezik, nem sokára már itt lesz. Hogyan talál bennünket? Felkészültem. Őszintének fog találni bennünket? Vagy sűrünk, farmunk, tesszünk minden munkát, megteszünk, végezzük a munkánkat. Igenis, hogyha vendégek jönnek, akkor minden kész legyen, minden szép legyen, ez mind jó. De azt hiszem, hogy ennél fontosabb is van. Pontosan az a legfontosabb, amire azt mondjuk, hogy nem érünk rá. Mennyire tudok lelkileg fölemelkedni? Mennyire tudok én odaállni és azt mondani, hogy igen, jöjjen Uram Jézus. Mennyire tudom vállalni a küldetést, hogy elmegyek, Uram, teljesítsem azt, amit akarsz. Teljesítsem a te akaratodat. És utána, mennyire tudjuk mi a Mária szerepét betölteni, hogyha tudjuk, hogy valaki bajban van, és valaki vár a mi segítségünkre, vagy számít a mi segítségünkre, oda menni és megadni. Megtenni azt, amit elvár tőlünk. Csodálatos a Máriának a szerepe. Csodálatos a szűzanyának a szerepe, amit megtesz. Megtesz annak édes anyja iránt, aki majd előkészíti az Úr útját. Megtesz mindent azért, hogy az Úr útja egyenes legyen. Én mit teszek ezért? Hogyan élem meg minden napjaimban a Mária szerepét, az Erzsébet szerepét, a keresztelő János szerepét, Jézus szerepét nem kell nekem annyira megélnem, hanem épp vele kell élnem ezt az életet, ezt a szerepet. Kedves testvérek,
így készüljünk az adventi időben a Jézus születésének napjára. Így készüljünk fel, hogy pontosan nézzünk körül egy kicsit a világban. Nézzünk körül egy kicsit ebben a községben, hogy vajon én hol vehetem ki a részem abban az életben, amit a Jóisten nekem ajándékként adott. És hogyha megtalálom a szerepemet, akkor ne felejtsem el ezt a szerepet betölteni. Nagyon egyszerű. Tudomást szerezni, tudomást venni a szerepről, és kívülről nézni, ez a legegyszerűbb. De hogy éljem azt a szerepet, és éljek azzal a szereppel, ez lenne az igazi. Ebben segítsen bennünket. A mai evangélium ebben erősítsen meg, hogy tudjuk azt, hogy én mit vállalok, kit vállaltam, és hogyan vállaltam. Amen. Hiszen te Isten. Testvéreim, az Úr közel van. Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy boldogságos Szűz Mária példányomán szent vágyakozással készüljünk Jézus születésének ünnepére. Áras Úrunk szent lelkedek helyét világszerte elterjedt és itt éppen ült egyházatra. Kérjük éljen György főpásztorunkra, püspökeinkre és lelkipásztoraikra, hogy hivatásukat szent buzgósággal teljesítsék. Kérünk téged, add áldásokat a nemzetekre, hogy őszinte szeretettel közeledjenek egymáshoz. Kérünk téged, add áldásokat egyházközségeinkre, hogy egyre gyarapodjék a boldog jövőjét áldozatot vállaló gyermek szerető családok száma. Kérjük a elmúlt szeretteinket pedig örvendeztes meg az örök otthon boldogságával. Mennyei Atyánk, te szent fiad által meglátogattál minket. Engedj jóságosan, hogy mindnyájunkat örömmel töltsön el az ő látogatásának ünnepe, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, mennyei Atyánk, vagy ugyanaz a Szent Lélek, aki a boldogságos Szűz Mária miét eletöltötte égi erejével, szentelje meg oltáradra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus, a mi Urunk áletal. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden ott örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűzanya. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban vérasztva dicséretében olyongva találjon minket. És ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmasség és szelleme, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát szengjük, és velük együtt vég nélkül énekellük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével életedsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste is vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkakat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek,
és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokokért kiantaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hazzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadot, szolgádot, Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket, pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogod be jóságosan országodban, ahol reményük szerint dicsőségben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, a irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondattad apostolaidnak, békességet adjak rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Béke veled.
szűzfogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb adadással készüljünk Szent Fiat csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetem a kedves híveknek, hogy holnap 9:30 lesz itt ünnepi Szent Mise. Ugyanakkor a karácsonnyal kapcsolatban itt szenteste 22 órakor lesz a Szent Mise. Karácsony napján 9:30 lesz a Szent Mise. Karácsony másnapján nem lesz Szent Mise itt, mert hisz máshol is szolgálnom kell, és hát nem akarom túlzásba vinni. Tehát kérem a kedves híveket, hogy jöjjenek el karácsony napján, vegyenek részt a Szent Misén, és ne tegyék át másnapjára, mert itt nem lesz Szent Mise. Ugyanakkor a tévé nézőknek pedig annyit szeretnék üzenni, hogy miként Mária nem teketóriázott, hanem vette a bátorságot és elindult Erzsébethez meglátogatni. Ugyanúgy nem szabad nekünk se ezen hezitálni, hogy most mi lesz, hogyan lesz, miként lesz. Tegyük meg a lépéseket embertársaink felé. Nem kell messze menni, de higgyék el, lehet, hogy a mi útunk is olyan nehéz lehet, mint Máriának az útja. Az, hogy megtaláljuk az embertársainkat, a testvérünket, megtaláljuk a szomszédunkat, pedig csak egy kerítés választ el, de lehet, hogy hegyeket kell, meg völgyeket kell, úgymond azokon kell átmenni, hogy eljussunk hozzájuk, de tegyük meg. Csak így leszünk mi is boldogak, csak így fogjuk érezni, hogy Jézus elérkezett hozzánk, itt van és csak itt tudjuk befogadni, itt tudunk majd ajtót nyitni. Tehát én ezt szeretném mondani, és ugyanakkor tehát készüljenek fel, és készüljünk fel nagy örömmel Jézus születésének napjára, de ugyanakkor második eljövetelére készen legyünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!